A Gyulai Ifjúsági Központ munkatársai olvastak egy felhívást, majd csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez, melyben gyerekek rajzait és a Mikulásnak szánt leveleket juthatják el lapföldre. Az alkotások tárháza széles körül, így verseket vagy akár kívánságokat is megfogalmazhatnak a fiatalok. Nincs korosztály, aki, aki csak rajzolni tud, rajzol. Egy írka firka is szerintem nagyon-nagyon szép és kedves ajándék lehet. Nincsen se alsó, se felső korosztály, mert hogy a szülők is lehet, hogy szeretnének a Mikulástól valamit kérni. És ö, azt gondolom, hogy itt az a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy aki hisz benne, ő nyugodtan hozza el levelét, és várjuk a kis postaládánkban, amit naponta, ha kell, többször ürítünk. Nyitva tartási időben minket itt megtalálnak a gyerekek és a szülők is, és szeretettel várunk várjuk a, a, az írandó leveleket. Szabó Enikő elmondta, a Mikulás postaládába december 3 ig várják az alkotásokat. Az Ifjúsági Központ csatlakozott a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat mosolybanó programjához is. A cipős doboz akcióval próbálnak segíteni a rászorulóknak. A Városi Diák Önkormányzatos Diákok is elkezdtek gyűjteni, már is bent az iskolába hirdetik ezt a lehetőséget. Tavaly több mint 50 csomag érkezett, reméljük, hogy idén is fog érkezni közel 50 csomag, és szeretnénk majd december 10-én átadni a Máltai szeretet Szolgálatnak, és szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon sok családnak és gyereknek tudnánk segíteni. Az, aki nem tud egy teljes cipős dobozt összeállítani, várjuk külön a mesekönyveket, rajzeszközöket, várjuk, -e esetleg valakinek meleg ruhája van, amit még oda lehet adományozni, mert azt gondolom, hogy azokkal is segíteni. Nekünk már pénteken a kortás segítőink hoztak egy-egy dolgot, és ezekből majd a végén fogunk csinálni egy-egy cipős dobozt azokból az adományokból, ami egyesével érkezik. A cipős dobozokba többek között játékot, írószert, ruha neműt, édességet, könyvet, valamint tartós élelmiszer tehetünk. Emellett bármit, aminek egy gyermek vagy egy család örülhet.